nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Előről kezdték a tárgyalást, változás történt az eljáró bíró személyében. Kerüljük a gyilkos galócát, keressük a szakembereket, elindult a gomba szezon Baranyában. A Pécsi Rotary Klub felújította a mecseki pihenőt, Roboz József egykori alapító emlékének tisztelegtek. Változatos, kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló programok, hagyományőrző utcafesztivál Babarcon. Előről kezdték annak a két nőnek a tárgyalását, akik ellen a Baranyavár megyei főügyészség emelt vádat emberölés büntette miatt. Az eljárás ismételt elindítására azért van szükség, mert az eljáró bíró személyében változás történt. Mivel a vádlottak már az előkészítő ülésen tagadták, hogy elkövették volna a bűncselekmény elkövetését, így rendes tárgyalás keretében vizsgálják az ügyet. Az eljáró bíró személyében történt változás miatt meg kellett ismételni azt a tárgyalást, amely korábban már elindult két nő ügyében. A másodrendű vádlott nő egészségügyi szakdolgozó, aki az elsőrendű vádlott nő idős, több betegséggel küzdő anyósát, a sértettet gondozta. Rövid idő alatt bizalmas viszony alakult ki a vádlottak között, majd a vád szerint megegyeztek abban, hogy a sértett halálát gyorsító készítményt adagolnak a sértetnek. 2021. október közepétől észlelték az anyós állapotának romlását, azonban a szakszerű kezelés elkerülése érdekében nem intézkedtek, míg végül a sértett néhány napon belül elhunyt. Az ügyben most újra bíróság elé álltak a vádlottak, Ördög Dávid bíró fog ítéletet hozni. A bíróság ismertetett tárgyalás anyagának lényegét, az első és a másodrendű vádlottak szemben a Baranya megyei főügyészségen állt vádat 2022. december 1-én a bíróságra érkezettem, mely vádiratában egy rangbeli a BTK 160. szakasz első bekezdésében meghatározott emberölés büntetében vádolja az első és a másodrendű vádat. A rendes tárgyalásra egyébként azért van szükség, mert az előkészítő ülésen február 7-én a vádlottak nem ismerték be a bűncselekmény elkövetését. Az első és a másodrendű vádlottak nem éltek azzal a lehetőséggel, hogy büntetőjogi felelősségét elismerjék, és azáltal nem jelent a tárgyalásra is így módon fejeződhessen az eljárás. Ennek értelmében fogadták a bűncselekmények elkövetését. Az első és a másodrendű vádlottak úgy nyilatkozott, hogy nem kívánnak egyelőre vallomást tenni, kérdésekre sem szeretnének válaszolni, de a terhükre volt bűncselekményt nem követték el. A bíróság most a tanúkat, szakértőket hallgatja ki. Az ügyészség korábban 3-3 év börtönbüntetésre tett indítványt, a védők azonban több bizonyítási indítványt is tettek annak érdekében, hogy bebizonyítsák, védenceik nem követték el a bűncselekményt. Országosan 270 beruházást állított le Lázár János minisztériuma, ezeket felfüggesztik. Egyebek mellett a Mohácsi Dunahíd előkészítése nevet viselő projektet is leállították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium előre bejelentett módon azokat a beruházásokat függesztette fel, amelyekben ugyan döntések születtek hosszú évekkel ezelőtt, de a fizikai kivitelezés nem indult el, azaz nem nyitották meg az építkezéshez szükséges elektronikus naplókat. Az új Mohácsi Dunahíd programja azonban még nem tartott ebben a fázisban. A térség országgyűlési képviselője elmondta, a kiviteli tervek már elkészültek, a kiviteli közbeszerzés előkészületei folynak. Ha sikerül megtalálni a legjobb kivitelezőt, akkor kezdődhet el fizikailag is a híd építése. Optimális esetben 2026-ban már folyni fog az építkezés, tette hozzá Harkitai János. Nem árt felkészülniük azoknak, akik maguk szeretnének gombát gyűjteni a baranyai erdőkben, mezőkön. Különösen a mérgező fajták felismerése fontos, hiszen ezek akár halált is okozhatnak. A szezonkezdésre egy kiállítás is érkezett Pécsre, ahol a hazánkban élő gombafajtákról kapnak képes ismertetőt az érdeklődők. Ilyen piros kalapja van a légyűrű galócának. A gyilkos galóca, ami életveszélyes mérget tartalmaz, másképpen néz ki, és nem szabad elfogyasztani, mondja a szakértő. A galócákra jellemzően van ugye gallériuk, ugye bocskoruk, illetve a gyilkos galócának ilyen zöldes, barnás, olajzöldes színe van, de akár kifakulhat ilyen fehéres színűre is. Ha ez a fajta mégis a tányérunkba kerül, akkor annak komoly egészségügyi következményei lehetnek.
A gyilkos galóca mérgezés most már szerencsére viszonylag jól kezelhető, de ugyanúgy előfordulnak halálos mérgezések, ugyanis ugye a gyilkos galócánál a mérgezésnél hosszú a lappangási idő. És amikor már ugye a tüneteket produkálja az ember, akkor már lehetnek visszafordíthatatlan következmények is, ugye májkárosodás, vesekárosodás. A szakértő azt mondja, fajtánként külön gyűjtsük a gombákat, mert ha mérgező kerül a többi közé, akkor az egészet ki kell dobni, mert a letörött, levált kisebb darabokon keresztül bejuthat a méreg szervezetünkbe. A begyűjtött gombákat mindig vigyük el vizsgálatra. Pécsen erre a vásárcsarnokban van lehetőség ingyen. A tapasztalat szerint egyre többen gyűjtenek gombát a szezonban. A tavalyi évben több mint 12 ezer alkalommal hoztak be hozzánk gombát vizsgálni. A pécsi vásárcsarnokban minden nap lehet jönni gombavizsgálatra szezonba, reggel 5 óra és 13 óra között hétköznap, és vasárnapi napon 17 és 19 óra között is adunk lehetőséget a gombászni vágyóknak és a lelkes családoknak, hogy behozzák a begyűjtött gombát. Nagyon fontos, hogy mit és hogyan szedünk össze az erdőbe, és hát a legfontosabb, hogy mindent vizsgáltassunk be. A vásárcsarnok erre lehetőséget ad. Most pedig egy kiállításon mutatják be a magyarországi gombafajtákat a vásárcsarnokban. Június 15-ig láthatják a debreceni természettár gyűjteményét, amelyet az ország több vásárcsarnokában bemutatnak az érdeklődőknek. Ezzel segítve a felkészülésüket a gombagyűjtő szezonra. Kiemelt nemzet stratégiai célnak nevezte Magyarország miniszterelnöke a Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztését. Az erről szóló kormányhatározat meg is jelent a magyar közlönyben. A kormány Magyarország területfejlesztési és külgazdasági céljainak érvényesítése, az egyes hazai régiók versenyképességének előmozdítása érdekében egyetért azzal, hogy többek között a Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztése nemzet stratégiai cél, fogalmaz a kormányhatározat. A magyar kormány egyetért azzal is, hogy a repülőterek terület és gazdaságfejlesztési funkciójában rejlő potenciálok kihasználásához megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése szükséges, fogalmaz az Orbán Viktor által aláírt határozat. A feladathoz pénzt is rendelt a kormányhatározat, 92 milliót, amelynek felelőse a pénzügyminiszter. Orbán Viktor emellett felhívta a területfejlesztési minisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter, az építési és közlekedési miniszter, valamint a gazdaságfejlesztési miniszter bevonásával a megvalósíthatósági tanulmányok megállapításai alapján készítsen előterjesztést a repülőterek fejlesztésének koncepciójáról, terület és gazdaságfejlesztési hatásairól, prioritási sorrendben bemutatva a lehetséges beruházásokat, azok becsült időigényét és indikatív költségét, annak figyelembevételével, hogy a költségek a 2021-27 közötti Európai Uniós programozási időszak megfelelő programjaiban elszámolhatóak legyenek. A pécsi Rotary Klub felújította Roboz József a klub alapítójának emlékhelyét a Mecseken. Megtisztult a kövezet, új padok készültek és az emléktábla is megújult a pihenő helyszínén. A mecseki pihenő felújítása alkalmából megemlékezést tartottak a tagok. A pihenőt eredetileg 1935. október 14-én avatták fel Roboz József a pécsi Rotary Klub alapító tagjának, a Mecseki Egyesület egykori tagjának, az egyik bank pécsi fiók vezetőjének tiszteletére. Az idő múlása szükségesítette a helyszínen lévő padok, kövezet és az emléktábla felújítását. Nagy természetjáró volt a Mecseken. Nagyon-nagyon rövid életet élt, mert 1928 telén egy szívinfarktusban meghalt. És a Rotary Klub úgy tette tiszteletét az ő emlékére, hogy 1935-ben épített ide egy pihenőt, ami akkor ugye ezen a fajta útvonalon, és most is tulajdonképpen a turistáknak egy kedvenc pihenőhelye. Eléggé romos állapotban volt, mert ugye nem nagyon nyúltak hozzá, ezt újítottuk most föl tulajdonképpen a pécsi Rotary Klub az ő tiszteletére és hát a 95 éves évfordulónk tiszteletére is. Az elmúlt évtizedekben az eredeti felirat megváltozott. Az időközben elvégzett kutatások most lehetővé tették, hogy a pécsi Rotary Klub tagjai helyreállíthassák az eredeti állapotot, így tisztelegve egykori alapító tagtársuk emléke előtt. Ezt a Rotary tagoknak a támogatásával hajtottuk végre, tehát igazából a Rotary tagoknak a gyűjtése
se az, amiben benne van. 37-en vagyunk, és mindenki egyformán ebben a fajta projektben részt vett és hozzáadott különböző értéket. Valaki segített a kavicsban, valaki segített a könyves munkában, valaki a fa munkában, de igazából az egészet a tagoknak a pénzügyi hozzájárulásával valósult meg. A Roboz József pihenőt ebben a megújult formában bocsátják a város közönsége és az ide látogatók rendelkezésére. Az Ukrajnával határos 5 uniós tagállam közös fellépésének köszönhetően az Európai Bizottság 2023. szeptember 15-ig meghosszabbította az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek uniós behozatalára vonatkozó importtilalmat. Közölte Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán közzétett bejegyzése alapján az Agrárminisztérium. A tárcavezető kifejtette, az importtilalom az Ukrajnából származó búzára, kukoricára, repce és napraforgó magra vonatkozik. A meghosszabbítás időszaka lehetőséget teremt arra, hogy közös európai megoldás szülessen a gabonapiaci helyzet megoldására, amely figyelembe veszi a leginkább érintett tagállamok megnövekedett terheit, a gazdálkodók érdekeit és valódi uniós szintű közös teherviselést biztosít. Hangsúlyozta, a tranzitszállítmányok továbbra is akadálytalanul haladhatnak át az országon. A magyar kormány amellett, hogy minden erőfeszítést latba vet a magyar mezőgazdaság és a gazdálkodók védelmében, támogatja a szolidaritási folyósók eredeti célját, mely biztosítja, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek a rászoruló harmadik országokba jussanak el, tudatta a tárca. 7. alkalommal rendezte meg a hagyományőrző utcafesztiválját a Babarci Német Nemzetiségi Önkormányzat. A változatos programokat kínáló rendezvényt egy sváb utcabállal zárták a résztvevők. Nyitott udvarokkal és kézműves bemutatóval vette kezdetét a Babarci Német Nemzetiségi Önkormányzat 7. hagyományőrző utcafesztiválja. Az esemény fő célja, hogy bemutassa az érdeklődőknek a sváb hagyományokat. Ez a Bab Arc Fesztivál, ezt 7. alkalommal szervezzük meg a német önkormányzattal, és ez egy olyan utcafesztivál, ahol a magyarországi németeknek a kultúráját mutatjuk be, hogy hogyan éltek régen, hogy milyen volt a népviselete a sváboknak, milyen ételeket ettek, és milyen kézműves dolgokkal, vagy milyen népi mesterségekkel foglalkoztak. Az egész napos rendezvényre változatos, kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló programokkal várták az érdeklődőket a rendezők. Minden évben egy lakodalmas felvonulással kezdünk. Itt ebben a Sváb utcában ez úgy zajlik, hogy a vőlegény az elmegy a Sváb udvarba, ott kikéri a mennyasszonyt, és utána vonultunk a fesztivál sátorba, ahol egy rövid kulturális műsorral kezdtünk, egy kis megnyitóval, és utána egy ilyen interaktív dolog keretében belül a régi mesterségeket, a nagymosástól kezdve a varásig, a főzőkonyháig mindent megtekinthetnek az emberek. Az utcafesztiválra az ország távolabbi pontjairól, valamint Ausztriából és Németországból is érkeztek vendégek, valamint voltak, akik immáron sokadjára látogatták meg az eseményt. 2 év, 5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt jogerősen kuruzslás és csalás miatt a Pécsi Járásbíróság egy férfit, aki hol nőgyógyásznak, hol ügyvédnek adta ki magát, és csaknem 12 millió forintot csalt ki egy internetes társkereső oldalon megismert férfitól. Az elkövető először nőgyógyásznak kiadva magát, saját lakásán vizsgálatot imitálva vert át 2 nőt, valótlan diagnózist állított fel mindkét sértett esetében. Egy másik ügyben már ügyvédnek adta ki magát a férfi álnéven. Egy társkereső oldalon ismerkedett meg egy férfivel, akivel több valótlan profilon keresztül tartotta a kapcsolatot, és 12 millió forintot csalt ki tőle. A csaló azt követően bukott le, hogy a korábban megvizsgált pár nő tagjának egy idő után furcsa lett a vádlott orvosi tevékenysége, ezért feljelentést tett. A Pécsi Járásbíróság a vádlottat kuruzslás és folytatólagosan elkövetett csalás miatt halmazati büntetésül 2 év börtönre ítélte. A bíróság a szabadságvesztés büntetés végrehajtását 5 évi próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet jogerős. A múlt héten 103 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2.202.990-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, közölte a koronavírus sajtóközpont az összesített adatokat ismertetve. Az előző héten elhunyt 1 beteg, így az elhunytak száma 48.874-re emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2.152.155, az aktív fertőzöttek száma pedig 1961-re csökkent.
Jelenleg 67 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 3-an vannak lélegeztetőgépen. A koronavírus ellen beoltottak száma 6.422.428, közülük 6.211.092-en a második, 3.905.414-en a harmadik, 425.910-en pedig már a negyedik oltásokat is megkapták. A régió híreivel folytatjuk. Skizofrénia. Ismerősei szerint ezzel a mentális betegséggel küzd a tengelici gyilkos. A szakember azt mondja, megfelelő gyógyszeres kúra és pszichoterápia segítségével szinte teljes életet tudnak élni az érintettek. Ellenkező esetben a pszichózis irányítja az ember viselkedését, amit az képtelen uralni. Brutális gyilkosság rázta meg az országot múlt héten, mint ismeretes Tengelic Szőlőhegyen egy 29 éves férfi több készszúrással sebesítette meg saját unokahúgát, majd végül a torkát is elvágta. A helyiek elmondása szerint az elkövető skizofréniával küzd, és már korábban kórházban is feküdt a pszichés betegsége miatt. A személy a saját belső valóságát éli meg külső valóságként is. Tehát a fantáziáit, az elképzeléseit úgy éli meg, mint hogyha az realitás lenne. Éppen ezért nagyon irreális mozanatokat tud produkálni a viselkedésében. Ha kezeletlen skizofrénről van szó, akkor akár agresszív viselkedést is tud tanúsítani, hiszen nincsen semmi, ami a viselkedéses kontrollját valamilyen szinten megerősítené. Ugye feszült, impulzív, indulatos, emellett halucinál, tehát a halucinációinak nagyon sokszor olyan alapja van, amelyik ezt a feszültséget még inkább táplálja, és amennyiben nem tudják kezelni pszichofarmakonokkal, tehát gyógyszeres terápiát nem kap, úgy bizony nagyon sokszor előfordulhatnak kriminális cselekmények is. A szakember azt mondja, ezek nem direkt cselekedetek, ilyenkor a betegség irányítja az ember viselkedését, amit képtelen uralni. Hozzátette, hogy a skizofrénia tünetei 3 csoportba sorolhatók. A negatív, a pozitív és a pszichomotoros tünetek. A negatív tünetek azok, amelyek a normál viselkedésből elvésznek, tehát például az érzelmi sivárság, a merev pantomimika, az, hogy gyakorlatilag egy teljesen fantáziátlan világban él. A másik oldalon viszont vannak az úgynevezett pozitív tünetek, azok pedig hozzáadnak valamit ahhoz, ami egy normál működésű embernél van. Ilyen például a hallucináció vagy az illúziók, amelyek uralják a személynek a viselkedését, és vannak a pszichomotoros tünetek, amelyek egy ilyen pszichomotoros pszichés nyugtalanság, egy ilyen túlmozgás, vagy akár katatónia, például hogy bizonyos formációkba belemervedik a személy, és akár 10-16 órán keresztül egy darab mozdulatot tud megtartani. Megfelelő gyógyszeres kezelés és pszichoterápia segítségével azonban szinte teljes életet tudnak élni a skizofrén személyek is. A tengelici gyilkost egyébként most egy hónapig megfigyelik, hogy a szakorvosok meggyőződjenek arról, hogy súlyos mentális betegségben szenvede. Ha kiderül, hogy az elmeállapota nem kóros, vagyis tisztában volt a tette következményeivel, a kezelést követően börtönbe kerül, ahol akár 15 évet is eltölthet. Valamennyit javult a gyógyszerhiány a patikákban. Néhány készítmény már elérhető, amivel korábban gond volt, de még mindig vannak olyan termékek, melyeknél akadozik az ellátás. Tele vannak az egyik szexerdi gyógyszertár fiókjai. Sajnos ez nem mindig volt így, hiszen sokan tapasztalták, hogy több termék hónapokig nem volt elérhető az üzletekben, és van, ami még mindig hiányzik. Tekintettel arra, hogy most kisebb mennyiségben fogynak a szezonális vírusos betegségek kezelésére szolgáló készítmények, illetve a vény nélkül kapható gyógyszerek, ezért azok most elérhetőek. Elég rapszódikus az ellátás, úgynevezett kvótában kapunk meg bizonyos mennyiségeket az országba. Sajnos az a baj, hogy nagyon jó kilátásaink nincsenek, mert jelen pillanatban kb. 1500 gyógyszer szerepel az OGYI honlapján, ami hivatalosan OGYI felé, hatóság felé bejelentett gyógyszer hiányzik. Ott megnevezik a gyártók az indokot, az esetek felénél azt látjuk, hogy gazdasági szempontok vannak a háttérben, máshol gyártási kapacitás, alapanyag probléma, tehát többféle variáció előfordulhat. Nemrégiben nyilvánosságra került, hogy pluszadó fogja sújtani a külföldről behozott gyógyszereket. Hogy ennek milyen hatása lesz a betegek ellátását illetően, az még bizonytalan. Egyébként mindennapi küzdelmünk a gyógyszerhiány. Azt nem tekintjük gyógyszerhiánynak, hogyha egy készítménynek van helyettesítő készítménye, akkor nem számolunk azzal, viszont azért előfordul valóban olyan, amit nem tudunk adni. A jelenlegi gyógyszerhiány leginkább betegség, illetve gyógyszercsoportokat érint. Főleg a diabétesz kezelésére szolgáló, illetve a testsúlycsökkentésre alkalmas vénköteleszereknél nem folyamatos még az ellátás, de a szakember szerint ez a közeljövőben rendeződni fog.
Megkezdődött a szúnyogok írtása Tolnavár megyében. A szakemberek most Szekszárdot és a környékét járják végig. Emberre és gerincesekre ártalmatlan vegyszert használnak, aminek viszont kellemetlen a szaga, ezért érdemes kora esténként becsukni az ablakokat néhány napig. Ez itt van a patak. Ez a háromszög volt. Igen. Térkép segítségével osztották fel egymás között Szekszárd utcáit a szúnyogírtást végző szakemberek még 2021 nyarán. A gyors egyeztetést követően már indultak is az erre a célra átalakított autóikkal. Kora estétől késő éjszakáig jártak végig utcáról utcára a Tolnai Vármegye székhelyet a kocsik. Hangos útjuk során az emberre és a gerincesekre ártalmatlan, de a szúnyogokat elpusztító permetet szórtak. Most ismét itt a gyérítés időszaka, egyre több ugyanis a vérszívó az elmúlt hetek enyhe csapadékos időjárása miatt. A munkálatokat az egész országban ezúttal is a katasztrófavédelem szervezés irányítja. Az írtás Szekszárd és Tolna térségében kezdődött kedden, a következő napokban pedig Tolna vármegye mintegy fele sorra kerül. Tolna vármegyében 7550 hektáron gyérítik a szúnyogokat ezen a héten. Ezt az ütemtervet ugye mi lakosok is, akár magunk is hétfőn délutánunként legkésőbb ehhez hozzájuthatunk. Itt három napon lesz beütemezve erre a hétre egyébként a gyérítés. Itt 6-án, 7-én és 8-án a már mondott egyébként 7550 hektárnyi terület. Összesen ez 49 települést érint egyébként ebben a vármegyében ezen a héten. A szakemberek csak akkor tudják kijuttatni a szükséges szert, ha azt az időjárás lehetővé teszi. Halasztás esetén viszont néhány nap múlva pótolják a munkát. Hogyha esősebb, csapadékosabb időjárás köszöntene be esetleg az elkövetkezendő napokban, vagy szeresebb időjárás, ilyen értelemben egyébként abszolút nem lenne hatékony már a védekezés, tehát ezeken az alkalmakon, ezeket pótnapokra szokták ezeket a gyérítéseket áttenni. Érdemes egyébként nekünk is tenni az ellen, hogy a vérszívók száma drasztikusan emelkedjen. Ez a legkönnyebben úgy érhető el, ha felszámoljuk a környezetünkben, kertünkben található pangóvizeket, vagy a vízgyűjtőket például szúnyoghálóval takarjuk le. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Előről kezdték a tárgyalást, változás történt az eljáró bíró személyében. Kerüljük a gyilkos galócát, keressük a szakembereket, elindult a gombaszezon Baranyában. A Pécsi Rotary Klub felújította a mecseki pihenőt, Roboz József egykori alapító emlékének tisztelettek. Változatos, kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló programok, hagyományőrző utcafesztivál Babarcon. Csütörtökön, Medárd napján folytatódik a füllett idő. A rövid napos időszakok mellett sokfelé kialakulhat akár ismétlődő jelleggel is zápor, zivatar, helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. A szél elsősorban zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel többfelé párás, ködös időre van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 27 fok között alakulhat. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!